Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Könyvbemutató, kiállítás és zempléni gondolatok. Ezekkel várjuk Önöket ma a képernyők elé. A Nemzetközi Várostörténeti Bizottság Történeti Városatlasz programjának részeként a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete jóvoltából elkészült Sátoraljaújhely Várostörténeti Atlasza, amelyet ünnepélyes keretek között mutattak be a Városháza dísztermében. Különleges és hiánypótló alkotás született Tringli István szerző jóvoltából, amely elfoglalhatja helyét az európai összehasonlító kutatások térképén is. 2009-ben sikeresen lezárult a Magyarország városainak Történeti Atlasza című kutatási program. Ez egy sikeres európai vállalkozás, a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság tudományos programjának részeként valósult meg. A projekt 1968-ban indult, amelyhez Magyarország 2004-ben csatlakozott. Négy város atlaszának elkészítése kezdődött meg, Budái, Kecskeméti, Soproni és Sátoraljaújhelyi. Eddig a Soproni és az Újhelyi Várostörténeti Atlasz született meg. Az ünnepélyes bemutatón Zsoldos Attila történész méltatta a könyvet. Mert Sátoraljaújhely egy nagyon sajátos magyar várostípusba tartozik bele, azon városok közé, amelyek két nagy földrezi tájegység, jelesül a hegység, a Kárpátok, illetve az Alföld peremvidékén terülnek el. Így módon kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy a különböző termelési lehetőségek bíró tájegységek közötti termékcsere meginduljon. És mint említettem, több ilyen magyar város van. Sátoraljaújhelyre azért esett a választás, mert egy kitűnő levéltárak találhatók a városban, a városi levéltár, a katolikus egyháznak van egy olyan irattára, amely unikális adatokat tartalmaz, a megyei levéltár is számos értékes anyagot őriz, és ez még mennyiségileg pont egy szerencsés mennyiség, tehát nem túl sok ahhoz, hogy elvegye az ember kedvét a munkától, és beláthatatlanná tegye, és a beláthatatlan messzességbe tolja ki a munka elkészültét, de nem is olyan kevés, hogy ne legyen érdemes vele foglalkozni, hiszen semmi lényegi, semmi érdemleges újdonság nem derül ki belőle, hanem pont akkora mennyiség, amelyből igen alaposan, igen részletesen meg lehet ismerni egy magyar városnak a történetét, a település szerkezetének kialakulását egészen apró részletekig menően. Miért fontos az, hogy egy város rendelkezzen ilyen várostörténeti atlasszal? Milyen kérdésekre adhat választ ez nekünk, 21. századi embereknek? Az attól függ, hogy mit várunk tőle. Tehát ez rendkívül nagy jelentőségű a szűkebb történész szakma számára, hiszen végre egy nagyon részletes, aprólékos feldolgozása egy bizonyos magyar várostípusnak. Egy példa természetesen, ami mellé majd oda lehet tenni a másodikat, a harmadikat, és így tovább lehet sorolni. Ez a kötet számos módszertani újdonságot mutat be a szakma számára, amelyek alkalmazhatók lesznek további kutatások során. Nyilván egy egészen más szempontból lehet érdekes a Sátoraljaújhely múltja iránt különös módon érdeklődők számára, ugye a város jelenlegi, meg egykori polgárai, akiket érdekel, az, hogy az az utca, amin ő gyerekkorában ment az iskolába, az, hogy alakult ki, miért pont úgy hívják, ahogy hívják, és így tovább lehet sorolni. Nyilván másképp érdekes a jelen város építészetével, tervezésével foglalkozó szakembernek, aki láthatja, hogy elődei hol oldottak meg bizonyos feladatokat, és azokból esetleg meríthet ötleteket, vagy bármiféle más információt. Nyilván másképp lehet ez érdekes mondjuk egy turisztikai szakember számára, aki olyan szemmel vizsgálja esetleg ez így felhalmozott anyagot, hogy hol van egy olyan lehetőség, ahol ő valamilyen idegenforgalmat vonzó attrakciót tud felépíteni, ami jó a városnak, jó azoknak, akik ott munkát kapnak, és így lehetne folytatni. Tehát sokan sokféleképpen használhatják ezt a munkát, és így módon azt hiszem, hogy van alkalmunk valamennyinknek örülni, hogy megjelent.
úgy gondolom, hogy különleges képességű szerzőt kellett megbízni akkor azzal, hogy ezt a várostörténeti atlaszt a levéltári adatok alapján elkészítse, megalkossa. Miért esett a választás Stringli István szerzőre? Azért, mert ő éppen egy ilyen sok oldalon felkészült történész. Ő a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének főmunkatársa, és azon középkorászok közé tartozik, akik kifejezett előszeretettel kalandoznak el a kora újkor, vagy akár a még későbbi korok, akár a 19. század forrásainak világába is, mert ami szakmai szempontból azért indokolt, mert a középkor nem ér véget a tankönyvekben megjelölt határral, tehát a Mohácsi csata persze borzasztó jelentős volt, és rengeteg minden függött tőle, és pont kiváló arra, hogy megjelöljük vele a magyar középkornak a végét, de tudnivaló, hogy természetesen az élet nem állt meg Mohács előestén és a következő napon ugyanazok az emberek éltek, természetesen, hát akik nem haltak meg a csatában, ugyanazok az emberek éltek, ugyanúgy intézték a dolgaikat, ugyanazok a problémáik voltak, tehát megvan az életnek ez a folyamatossága, és így módon tehát a hagyományos sátorai hely, az iparosítás előtti, a modernizáció előtti sátorajújának a képe egyetlen szerző munkáján keresztül egységes egészként tárul a térképlapokat szemlélők, illetve a térképlapokhoz kapcsolódó szövegeket olvasók számára. Én arra lennék kíváncsi, hogy ír történelmet úgy Sátorajaújhelyről egy ember, hogy nem élt itt, nem itt született. Hát, mint mindenről másról, tehát írtam én, ha nem is Szerbia történetet, de azért írtam olyan Magyarország történelmet, amelyikben nagyon sok szó volt a Balkán középkori történetéről, vagy Ausztria történelméről, hogy utána olvas és kutat. Sátorajaújhely történelmét is, ebbe is így vágtam bele, hogy eljöttem levéltárba, sokat kutattam, mindent elolvastam, amit írtak róla, és ezt kritikailag megrostáltam. Lehetséges, legtöbbet próbáltam róla összeszedni, és hát lehetőség szerint a legjobban próbáltam kritikailag megrostálni. Végül is nem különbözik más ilyen dolgoktól. Mekkora volt ez a feladat, mekkora volt a kihívás, és mennyi ideig tartott? A feladat nagy volt, éppen azért, mert nem éltem Sátorajaújhelyen, nem csak az, hogy nem itt születtem, hanem nem is éltem itt. Ez tehát egy külön feladat volt, és erre mindig nagyon oda kellett figyelnem, hogy nehogy egy olyan hibát elvétsek, amit egy itt élő az biztos nem vétene el. Tehát, hogy egy utcának annak merre kell fordulnia a leírás során, hogy északra, délre, tehát soha egy ilyet nem valószínű, hogy kész akarva, hanem hogy esetleg egy véletlen hibából fakadóan se vétsek el. Ez volt az egyik ilyen különös probléma. Hát a másik különös probléma pedig, amivel inkább egy távol élőnek kell megküzdenie, az, hogy jó lenne, hogyha ilyenkor valaki ott ülne a közelembe, aki egy idős ember, és józan ésszel vissza tud emlékezni egy-két dologra, ám bár meg kell mondjam, hogy ez a munka, ez ott fejeződik be, ahol már emberi, Magyarországon emberi visszaemlékezés nincsen. Tehát ez írott forrásokon alapszik. Hogyha mi egyszerű újhelyi emberek a kezünkbe vesszük ezt az atlaszt, akkor hogyan ismerhetünk rá a városunkra? Milyen információkat fogunk kapni ebből az atlaszból? Tulajdonképpen a belváros egy részéről nem számítva, szerintem ráismernek a városra. Ez azt jelenti, hogy a főtér és a Ronyva közti rész az teljesen eltűnt a térképről. Nem teljesen, de nagy részt eltűnt a térképről, és egészen máshol húzódnak utcák, vagy már el is tűntek utcák. De egyébként rá fog ismerni. Egyébként rá fog ismerni, én azt hiszem. Kiknek ajánlja a könyvet? Mindenkinek, de azért elsősorban olyanoknak, akik szeretik az olyan típusú gondolkodást, hogy nem készen kapott sémákat mondanak el nekik, hanem esetleg ők is rájöhetnek valamire.
A Sátoraljaújhelyi Várostörténeti Atlasz kiadásával nem csak a hazai települések történeti, topográfiai kutatása kapott új lendületet, hanem városunk elfoglalhatja helyét az európai összehasonlító kutatások térképén is. A komlóskai görögkatolikus templom már másfél éve helyszíne az Zempléni Gondolatok című rendezvénysorozatnak, amelyet azért hívtak életre, hogy tiszta és tartalmas gondolatokat közvetítsen az érdeklődők felé. A márciusi eseményen Rékasi Károly önálló estjét láthatták, amelyben Vas Albert lelki és szellemi vívódását, az idegen földön való megkapaszkodás gyötrelmeit mutatta be a színművész. Levélrészletek, versek, prózák hangoztak el, amelyek hitelesen ábrázolták az emberi, írói, közéleti küzdelem sokszínűségét, reményekkel teli reménytelenségét. Másfél éve sikeresen zajlik Komlóskán a Zempléni Gondolatok című előadássorozat, melyet Köteles László polgármester hívott életre. Az eseményt a Paraklisz a könyörgő ájtatosság vezette be, majd Rékasi Károly színművész előadásában láthatták a nézők a Szerelmem Erdély című önálló estet. Az összeállítás középpontjában a II. Világháború után Erdélyből menekülni kényszerülő, életének nagyobbik felét emigrációban töltő Vas Albert lelki és szellemi vívódása gyötreme áll. A fő gondolati ívet kifejező szöveg az író életében jelentős szerepet játszó asszonyokhoz írott levélrészletek montázsával épül föl. Az önálló esten szerepet kapott Koltai Gábor több filmrészlete, fotók, valamint zenei aláfestés. Urak, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Ne mondjátok, hogy keresek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresni való. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Cordillerában vagy a Sierra Nevada-n, a más helyei azok, nem az enyémek. Az én számomra nincs szépség és nincs békességük azoknak a helyeknek. Milyen volt ez ön első találkozása Vas Alberttel? Mikor történt? A főiskola után volt egy alkalom, egyszer csörgött a telefonom, és Koltai Gábor volt a vonal, ami már ugye nem vonal, hiszen a levegőben, a vonal másik végén, és az évről évre megrendezésre kerülő szabadság napja Gödöllőn, ami megrendezésre kerül, a szabadságnapi megemlékezésre kért föl résztvevőnek, és tőle kaptam én először Vas Albert verseket és regény részleteket. És hát akkor annak igen nagy sikere volt, több ezer ember állott mindig azon a szabadtéren, és mivel televízió is közvetíti, utána jó néhány alkalommal utcán gratuláltak, és elmondták, hogy milyen nagyszerű, hogy most már Vas Albertet is lehet látni, hallani televízióban. És noha nagyon jó volt mondani, nagyon jól láttat a szöveg, nagyon-nagyon zsigerik hatol, tehát nagyon-nagyon könnyen a magunké lesz, akik ezzel foglalkozunk, akár csak olvasóként, pláne ha ezt tolmácsoljuk is. Tehát izgalmas volt maga az anyag, de ez megdöbbentett, hogy milyen sokan hozzák ezt a tudomásomra. És ez akkoriban volt, amikor nagyon sok televízió és rádióhír foglalkozott azzal, hogy az országban hány helyen nem engedélyeztek Vas Albert emlékhely létrehozását, szoborállítását, emléktábla avatását és így tovább. És volt ez a két élmény, hogy egyrészt valakik milyen irgalmatlan erővel próbálnak valakit megsemmisíteni, semmissé tenni az ő múltját, az ő valamikori munkáit, és mások pedig milyen erővel kötődnek hozzá. És hát ez természetesen fölkelti valakinek az érdeklődését, aki ilyen kapcsolatba is kerül vele, az emlékével, a munkáival.
Rögtön ezután ugyancsak Koltai Gábor fölkért egy filmben való közreműködésre, ennek lett aztán címe az Adjátok vissza a hegyeimet. Jó néhány napra, néhány hétre kivonultunk Erdélybe, és ott forgattunk, és az az élmény, ami ott ért engem, az teljesen magával ragadott. Amikor ezen az esten Vas Albert gondolatait tolmácsolja a nézők felé, hol van az a pont, amikor Rékasi Károly, egyszerű magyar ember találkozik Vas Alberttel? Megszületik-e ezen az előadáson, az ön lelkében? Ez bennem billeg. Hol Rékasi Károly személyesen, hol pedig az a turista, akit igyekszünk megjeleníteni, aki bekerül ebbe az élettérbe, ami szándékunk szerint Vas Albert valamikori életterét, szobáját szándékszik bemutatni. Ezt én is mindig élvezem, mert rám is hat maga az előadás. Az egy külön plusz adalék, az egy külön plusz bónusz, hogy a nézők érzékenysége folytán, múltja folytán, élménye folytán mindig irgalmatlan erős figyelem árad a színpad felé, hát a játszóhely felé. És én ezekből akkumulálódom. Ez csodálatos ajándék. És hogyan hat a helyszelleme, hiszen most nem egy színpadon, hanem a Jóisten házában vagyunk? Ez mindig különleges. Nem először játszunk templomban. Egy szakrális hely az nem azért, mert egy oltár van a hátam mögött, nem azért, mert a padsorokban ülnek a nézők. Van valami plusz, ahogy másként lépünk be egy templomba, ahogy a sok-sok perc, évtized, ahogyan eltelik egy térben, az igenis ott létezik, az ott van, ez mással össze nem keverhető, ez egy különleges hely. Nem döntök úgy, amikor elindulunk egy ilyen előadás, hogy igen, ez most más lesz, mert egy templomban játszunk. De attól a pillanattól kezdve, ahogy elkezdjük Zolival építeni a díszletet, ahogy összerakjuk, tudom, hogy mind a ketten másképpen működünk, mert igenis hat a hely. Hat az aura, amit behoznak a nézők. És teljesen mindegy, hogy egy ilyen icipici kis templomban, vagy teszem azt a debreceni nagy templomban. És az sem több, nem erősebb, mint ez. Különleges, mással össze nem keverhető. A mai napon milyen aurát hoztak be ide a komlóskai emberek? Hogyan tudott belőlük töltődni? Ez nagyon személyesre sikerült. Mert azt éreztem, hogy lehet, hogy csak azt akartam érezni, azt éreztem, hogy ez ilyen közvetlen. Itt lehet nagyon személyesen, beszélgetős lett. Igen, talán ez a legjobb. Ez a mai, ez egy beszélgetős lett. Ugyancsak én jártattam a számat, de mégis azt éreztem, hogy mi dialogizálunk egymással. A nézők meg én, mindegyik személyesen, személy szerint. Igen, több minden úgy hangszerelődött, ezeket én soha nem döntöm el, úgy alakul közben, hogy ott álltam, és úgy éreztem, hogy mi beszélgetünk. Ez nem egy szerep. Ez nem egy előadás. Ez a csodálatos egy versben különben. Ott gondolatok vannak. És elég sokat foglalkozunk vele, akkor az a gondolat, az nem a költői, az írói volt, az én gondolatom. Ezt a gondolatot én megosztom. Onnan mégsem szólnak vissza, de itt, mégiscsak létrejön. Miért éppen Vas Albert kedvesének, feleségeinek, Szelecki Zitának írt levelére építette fel ezt a mai estét? Koltai Gábor nagyszerű ötlete volt az, hogy szóljon ez az est azon keresztül, amit esetleg nagyon sokan nem ismernek. Még a Vas Alberti életművet ismerők sem biztos, hogy ezzel ennyire tisztában vannak. Ez is egy előrelépés, mert hiszen, ha valakinek azt mondom, hogy Vas Albert, akkor elkezd sorolni regény címeket, vagy vers címeket, és így tovább.
De nem biztos, hogy a négy számára rendkívül fontos nő neve akár az ő eszébe jut. Tehát Gábornak ez volt egy csodálatos ötlete, hogy akkor mutassuk meg, ami nagyon fontos volt Vas Albert számára az ő életében, ez a négy nő. A nőkhöz való viszonya. És ezeken a viszonyokon keresztül aztán, ahogy megnyilvánult, ahogy kinyílt, jönnek aztán az ismert, vagy a kevésbé ismert versek is. De ezt egész biztos, hogy kevesen ismerik, hogy milyen szoros, erős szálak kötötték ezekhez az emberekhez őt. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg ki, mit cselekszik. Ligasszák már az égben fönt a rostács, a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fias kémint vetett, azonképpen halad. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Az amatőr alkotók harmadik tárlatán Hoffmann Ildikó mutatta be alkotásait. A hercegkuti óvónő több mint 10 éve fest olajtechnikával csendéleteket és tájképeket. Műveit több rangos kiállításra is beválogatták, díjazták. A megnyitón Molnár Irén Sárospatak festője méltatta Hoffmann Ildikó munkáit, kiemelve azt, hogy képein a szépet, a harmóniát ábrázolja. Hoffmann Ildikó kiállítása nyílt meg itt Sárospatakon a Művelődés Házában, és az amatőr művészek tárlatán vagyunk. Mit is jelent tulajdonképpen az a szó, hogy amatőr dicsérőjelző, vagy nem dicsérőjelző? Mind a kétféleképpen használják. Igazság szerint, mint mindenhol, az amatőrök között is vannak kiválóak, és vannak, akik nem kiválóak. Vannak, akik behozzák a hivatásos művészeket, és vannak, akik bizony ízléstelen dolgokat termelnek. Az amatőrség az egy tulajdonképpen az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy nem a szakjának megfelelő iskolát végezte, hanem valami mást. Mert több dolog érdekli, vagy azért, mert egyszerűen másra kényszerítették a körülmények. De a legtöbb emberben szúnyadó képességek vannak, amik azt kívánják, hogy azok is felszínre törjenek, sőt, véleményem szerint, ha akarjuk, hanem ezek felszínre törnek, és az egészséges ember esetében ezek megváltoztathatják az emberi sorsot. Gondoljunk csak Latinovics Zoltánra, a színész királyra, aki tudomásom szerint műszaki egyetemet végzett, mérnökember volt, mégis színész királyá vált. Én azt hiszem, hogy ő nemigen végezhette el a színészképző iskolát, mégis a tehetsége utat tört magának. És eljutott arra a csúcsra, amire még akár az iskolát végzettek sem. Ez nem mindenkivel van így. Az amatőrség az azt jelenti, hogy kettelésből, szabad idejében, talán még különösebb anyagi haszon nélkül is műveli, mert késztetése van erre. És az amatőr művész, hogyha kemény, már pedig ez a csendes is kishölgy elég kemény, én úgy látom, akkor az tudatosan minden eszközt felhasználva, minden információt saját magának, autodidakta módon próbálja saját magát fejleszteni. Én ezt értem amatőrségen. Hogy ennek ezerféle változata van, hogy ez ezerféleképpen jut el feljebb, vagy még feljebb, vagy esetleg stagnál,
ez már az ő tehetségüktől és akaratuktól függ. De azt mindenképpen gondolom, hogyha valaki ilyen régóta csinálja, mint Ildikó, akkor helye van annak, hogy bemutatkozzon. A kép enélkül halott anyag. Mindig is álmom volt, hogy valamikor fessek. Igazából a kézi munka, a különböző ábrázolási technikák érdekeltek, hogy mi vonzott, hát inkább ezek a dolgok, hogy megfessem a körülöttünk lévő tárgyakat, csodaszép tájakat. Mikor jöttél rá arra, hogy neked van ehhez tehetséged, hogy ügyes a kezed? Körülbelül olyan 10-11 éve gondoltam arra, hogy megpróbálok valamilyen technikát. Először a grafikával, rajzolással foglalkoztam. Körülöttem lévő emberek portréját próbáltam megrajzolni. Aztán később kezdtem olajjal, akrillal, pasztelkrétával rajzolgatni. Melyik az a technika, amelyre azt mondtad, hogy igen, ez az én anyagom, ezzel szeretek dolgozni? Először a grafit, de aztán rájöttem, hogy inkább a színesebb dolgok vonzanak, és az olajjal kezdtem próbálkozni, aztán ennél maradtam. Igazából az akril is nagyon jó technika, de inkább az olaj festék, amit szeretek. Tájképeket látunk, és néhány csendéletet. Miért pont tájképet festesz? Mi az, ami megfog ezekben a tájrészletekben, és ugye főleg a szőke pátriádnak, Hercegkútnak a tájrészleteit fested meg? Igen, inkább Hercegkút, Sárospatak, a környék az, ami vonz. Először a környéket szeretném, illetve ezzel is próbálkoztam, a körülöttünk lévő tájak, hiszen itt vannak körülöttünk, csak ki kell menni, és minden nap vonz a szépsége, bármikor kirándulunk, vagy bármikor kinézek az ablakba, vagy bárhonnan látom Hercegkút panorámáját, akár fönn a Gomboshegyről, vagy bármelyik nézőpontból nézem. Sárospataknak is gyönyörű épületei, tárgyai, illetve tájai vannak. Ezek mind olyan szépek, hogy arra készítik az embert, hogy ábrázolja valamilyen módon. Az ember hiányzik ezekről a képekről. Szándékosan nem festesz embert, vagy még nem próbálkoztál vele? Az az igazság, hogy még nem próbálkoztam vele, illetve próbálkoztam, de ahhoz nagyon sok gyakorlás kell szerintem, hogy valaki ezt úgy ábrázolja, hogy már valóban oda illő legyen a képekre. Voltak-e olyan emberek, akik segítették a te munkádat, akár olyan mesterek, akiktől tudtál tanulni, és ha igen, akkor mit tanultál tőlük? Igen, szeretném megemlíteni Nyitrai Néli Suczki Erzsébet nevét, aki Hercegkútra költöztek, Svédországba költöztek hozzánk is, és hozzávittem véleményezni a képeimet, az első olajképeket, és mindig elmondta, hogy mit talál benne jónak, mi az, amin igazíthatok. Buzdított, soha nem törte le a szarvamat, inkább bátorított, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki, sőt a lányomnak is, a Diánának, aki Molnár Irénkéhez járt iskolába, a Farkas Ferenc Művészeti Iskolába, és ő már hozott olyan dolgokat haza, amivel egy kicsit különböző kritikai dolgokkal illett a képeimet, amik nagyon sokat segítettek, fejlődtem ezáltal. És ha jól tudom, akkor a gyermeked grafikusnak is tanul. Mennyire a te büszkeséged és a te érdemed is ez? Hát ez azt gondolom, hogy igazából nem az én érdemem. Idehova járt iskolába, Farkas Ferenc Művészeti Iskolába, Molnár Irénkének az akvarell technikája az, ami nagyon vonza Dinát. Szerintem jól is csinálja ezeket a dolgokat. És igazából inkább az, hogy a gyerek látta, a kiskoruktól látták, hogy szívesen rajzolgatok, festegetek szabadidőmben, és mindig a kezük ügyébe akadt ez az otthon, és hagytam őket, bármikor festettek, rajzolgattak, mindig a kezük ügyébe kerülhetett bármi, és akkor buzdítottam őket. Itt valaki azt mondta a kiállítás megnyitója előtt, hogy Ildikó képei tiszták, és te is szinte meglovagoltad ezt a mondatot. Mit is jelent ez számunkra, hogy Ildikó képei tiszták? Ha akarjuk, ha nem. Én elmondtam már sokszor, szinte szégyellem ismételni, de ahogy egy aláírásból az ember jellemére lehet következtetni, néhány jelből, meggondoljuk a saját nevünk leírása, kihúzva egy 20 cm-es vonal sincs talán. Mégis a grafológusok ebből olvasni tudnak.
ha elgondoljuk, hogy egy képen hány ezer vonal, hány száz szín, milyen kompozíció van, akkor egyértelműnek látszik, hogy ezek összeállnak valamivé, egy olyan üzenetté, amit csak a képek, a színek, a formák, a fények, árnyékok tudnak, és ezek sugároznak felénk valamit. Ezeknek az olvasása a nézőnek a dolga, és talán azt a mondatot felejtettem el a végén elmondani, hogy itt minden mozdulatában benne van az alkotó, ha nem akarja, akkor is. Aki viszont eljön képet nézni, azoknak meg kell tanulni ezeket a jeleket, képeket olvasni, mert akkor tudják megismerni a művészt, akkor tudnak közelébe férkőzni. A művész az mindig tömörít, mindig a lényeget emeli ki. Azért, hogy aki megnézze a képét, neki már ne kelljen azt az utat végigjárnia. Ezek a képek könnyen emészthető képek, felismerhetők a formák, a színek, a táj, és azt is szoktuk mondani, hogy ez önkifejezés. Elfelejtettem mondani, a megnyitón pedig eszembe volt, Gauguinnek az egyik képe, hogy kik vagyunk, honnan jövünk és hová megyünk. Ezt a kérdést feszegeti minden, a művészet minden ága. Kik is vagyunk, mit keresünk itt valamennyi ideig, és mi a dolgunk ezen a világon. Van, aki, mint Ildikó, a tájban a szépséget keresi, a harmóniát, és az életnek ezt a részét mutatja be a nézőnek. Vannak, akik a tragikusabb oldalát, a keményebb oldalát, vannak, akik a komikusabb oldalát mutatják be. Ő, mint ő maga, azokat veszi észre, a pozitívumokat, a szépeket veszi észre, és próbálja megfesteni, és úgy látom, hogy egyre nagyobb sikerrel. Folytatódik a Magyar Tájak sorozat a Sárospataki Művelődés Házában. Március 13-án Széktelepülés és az erdélyi mezőség mutatkozik be 18 órától. Kedves nézőink, véget ért a mecénás, az Emplin Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre, addig is nézzék meg az ismétlést, és a honlapon is pillancsanak rá műsorunkra. Viszontlátásra!